Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Bizony-bizony, mondom nektek, felelte Jézus, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jól laktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek, őt ugyanis az Atya igazolta. Erre megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk? Istennek azt tetszik, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, akit küldött. De ők így folytatták: hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked. Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja, égi kenyeret adott nekik enni. Jézus erre így szólt: bizony-bizony, mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, s aki életet ad a világnak. Erre így szóltak hozzá: Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, soha nem szomjazik. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, az evangéliumokat olvasva többször felfedezhetjük azt, hogy az emberek keresik Jézust. Kafarnaumban, hajnalban, mikor Jézus kimegy, hogy magányban imádkozzék, rengetegen keresik őt. Hol a Mester? Most is a mai evangéliumi részletben hallottuk, keresi Jézust a tömeg. Keresni Jézust. Amikor az asszonyok az üres sírhoz mennek, az angyal így fogadja őket: miért keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt. Az emberek, akik keresik Jézust. Viszont keresztény örömhírünk az, hogy mielőtt mi Istent keresnénk, Isten az első, aki keres bennünket. Isten, aki keresi az embert, aki barátja akar lenni minden embernek, aki barátjaként szól minden emberhez, föltárja magát az emberek előtt, mert találkozni kíván az emberrel. Mai vasárnapunk első nagy örömhíre, hogy mi ennyire értékesek vagyunk, hogy Isten maga, a teremtő és gondviselő Isten, hogy a kezdőkönyörgésben imádkoztuk, keres bennünket szüntelenül, találkozni akar velünk, értékesek vagyunk az ő szemében. És mi hogyan válaszolunk erre? Nekünk is minden nap keresnünk kell az Urat, minden élethelyzetben. Olyan szép, ahogy jöttem ide ebbe a kedves templomba, fölnéztem a bejárat kapuhoz, és Szent Ágostonnak csodálatos írása áll ott. Nyugtalan a szívünk, magadnak teremtettél, Urunk, nyugtalan a szívünk, még meg nem nyugszik benned. Ahogy Ágoston is tanítja, ennek a templomnak a patrónusa, az ember feladata, hogy keresse Jézus Krisztust. Ahogy a második olvasmányban Pálnak az efezusi leveléből hallottuk, az igazság Jézusban van. Szüntelenül keresnünk kell az Urat. A keresztény ember úton lévő ember, aki keresi az Urat nap mint nap. Föltetjük a kérdést magunknak: ma már kerestük az Urat? Vagy tegnap kerestük az Urat az imádságban, a csendben, a bibliaolvasásban, a szentmisében, a másik ember arcában? Ne feledjük el, Jézus nem csak a templom falain belül kell keresnünk, hanem ott van a szegényben, ott van a betegben, ott van a magányosban, a szenvedőben, minden emberben.
Az első üzenete tehát a mai szentmisénknek, hogy Isten keres bennünket, találkozni akar velünk, ennyire értékesek vagyunk a szemében, de nekünk is minden élethelyzetben, minden pillanatban keresnünk kell őt, meg kell találnunk. Még azokban a helyzetekben is, amelyekben először nem gondoltuk, hogy találkozunk vele. Az Úrral mindenütt találkozhatunk, csak keressük őt, és ő feltárja magát előttünk. Érdekes az is, hogy Jézus tovább tanít ma reggel bennünket, amikor az őt kereső tömegnek a következőt mondja. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. És a második olvasmányban Pál apostol arra is figyelmeztet. Azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokon járatják az eszüket. Egy kedves munkatársammal egyszer egy temetőben sétálva a következőt mondta nekem. Tudod, Viktor atya, sokat gondolkoztam azon, hogy azok az emberek, akik nem hisznek Istenben, akik nem hiszik, hogy van örök élet, hogy van mennyország, azok az emberek mindent itt a föld életben akarnak megtalálni, mindent itt akarnak begyűjteni maguknak, önzővé válnak. Ferenc pápa azt mondta egyszer, a keresztény ember ne rendezkedjék be véglegesen itt a földi életben. A halotti leplen nincsen zseb, oda átra semmit nem vihetünk magunkkal. Ha egy picit ebbe belegondolunk, föltetjük magunknak a kérdést, hogy mi szokott bennünket irányítani, mivel szoktunk foglalkozni, vagy akár mind idegesítjük föl magunkat, miért küzdünk. Lehet, hogy fontos dolgok, de lehet, hogy kevésbé fontos dolgok, ha arra gondolunk, hogy a halálunk után semmit nem viszünk át oda átra ebből az életből. Mi marad meg az örök életre? Csak egy dolog, amit szeretettel teszünk. Amit szeretettel teszünk, amit szeretettel mondunk, gondolunk, csak az marad meg az örök életre. Amikor Jézus azt mondja, olyan eledelért fáradozzatok, amely megmarad az örök életre, akkor itt arról beszél a Mester nekünk, hogy mindent szeretettel törekedjünk tenni. Csak az marad meg az örök életre. Viennai Szent János, akit tegnap ünnepeltünk, arra hívja föl a figyelmünket, hogy a keresztény ember a mennyország felé irányuljon. A mennyországban van a mi kincsünk, azt szerint gondolkodjunk, hogy van örök élet. És ha ezt az igazságot a szívünkbe beletesszük, akkor sok minden relatívvá válik, akkor kevésbé fogunk aggódni egyes dolgokon. Dolgoznunk kell szorgalmasan itt a földi életben is, de nem itt kell berendezkednünk, és nem tragédia, ha nem tudunk mindent elérni. Egy a lényeg, szeretettel tegyünk mindent, mert csak az marad meg az örök életre. És végül Jézus azt mondja az evangélium végén, én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik. Olyan szép, kedves testvérek! Az első olvasmányban, a kivonulás könyvéből hallottuk, hogy Isten 40 éven keresztül mannával táplálja a választott népet. Az égből úgymond hullat kenyeret. Isten táplálja az ő népét. Jézus pedig azt mondja, hogy nem csak kenyeret ad, hanem önmagát adja nekünk. Nem valamit ad az Isten fia, hanem önmagát adja. Ő az élet kenyere. Az eukarisztiában Jézus önmagát nekünk is adja mindig. Utolsó találkozásom Szent János Pál pápával nagyon megrendítő volt, amikor a Szent Péter bazilikában az idős pápa misézett, közel állhattunk hozzá. Láttuk, amikor fölmutatta a szentostját, szinte egyé vált a pápa az Úr Jézussal, aki valóságosan jelen van a szentostjában. És a Szent Mise végén, mint egy lelki örökség, a következőt mondta a Szent Pápa. Az oltári szentségben Jézus Krisztus valóságosan jelen van. Vegyétek őt komolyan. Az élet kenyere Jézus maga. Ő a mi kincsünk, az egyetlen kincsünk, valóságosan jelen van. Belegondolunk-e ebbe, amikor belépünk a templomba, és látjuk, hogy ég az örök mécses, az Úr valóban itt van. Belegondolunk-e ebbe, amikor szentáldozáshoz járulunk, hogy nem valamit kapunk, hanem az élet kenyerét, Jézust magát, a mi kincsünket,
óriási erőforrás. Ezért fontos, kedves testvérek, hogy rendszeresen szent áldozáshoz járuljunk, hogy úgy készítsük föl a lelkünket bűnbánattal, Szent Jónással, hogy rendszeresen áldozhassunk, mert ott az élet kenyerével táplálkozunk, aki nekünk eledelünk, utitársunk, életünk. Összefoglalva, mi a mai vasárnap örömhíre? Miért ünnepelhetünk örömmel, ahogy a kezdő énekben énekeltük? Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek! Örömünknek hármas az oka, mert Isten keres bennünket, értékesek vagyunk a szemében. Nekünk is keresnünk kell Jézust nap, mint nap, minden élethelyzetben, nem csak itt, hanem odahaza is, mindenütt. Keressük az Urat, keressük az Urat. Örömünknek oka az is, hogy tudjuk és megerősödünk ma is abban a reményben, hogy van mennyország, és csak az, amit szeretettel mondunk, teszünk, az marad meg az örök életre. Nem nagy dolgokat vár tőlünk az Úr, hanem a kis dolgokat nagy szeretettel tegyük, ahogy Teréz anya tanítja. És örömünknek az az oka, hogy az Úr az élet kenyere itt van most is, velünk táplálékul adja magát nekünk. Az oltári szentségben megmutatkozik az, hogy Isten keres bennünket, hogy mi keressük őt, hogy az örök élet táplálékával táplál bennünket, mert a rendszeres szent áldozás, az Úr Jézussal való találkozás az örök élet száloga. A következő héten ezt a hármas örömöt őrizzük magunkban, keresni az Urat, mindent szeretettel tenni, és az élet kenyerével Jézussal gyakran táplálkozzunk. Vegyük őt komolyan, ahogy János Pál pápa is tanítja. Amen. Most pedig együtt valljuk meg hitünket.